Szillampe, Szilja, 13. rész Szilja és Armasz, előttük volt a nyár. Volt egy forrás, ahonnan a professzor kívánságára az ivóvizet hozták. Az öreg úr, amint elmagyarázta, ehhez a varázsitalhoz csak azért ragaszkodott, hogy tisztelettel adózzék a pogány ősök babonás hitének, melytől a hosszú, tudományos munka olyan botorul elidegenítette. Elmagyarázta azt is, hogy a szolgáló leányok számára kitűnő lelki épülés, ha az estéli munkák befejezése után vizes vedret akasztanak a karjukra, és végig sétálnak a nyírfaligat örök szép ösvényén. Hosszabb ideig is elmaradhatnak, ott üldögélhetnek a forrás szélén egyedül, vagy kettesben a kedvesükkel, csak az a fontos, hogy a víz éjfél előtt otthon legyen. Szélia is megismerte azt az utat, Első alkalommal Szofia csak úgy nagyjából elmagyarázta, hogy merre van. Rauhalából látni lehetett, ha valaki arra ment. Először az országúton, azután végig egy dűlő úton a kis fajhídhoz, amely alatt lágyan csobogó patak folydogált. Ezen a helyen szélja már az első alkalommal megállt. Akkor már hallott a professzor elveiről. A híd alatt ugyanis egy kis zuhatag volt, a víz zúgott és tajtékzott a kövek között, és fölötte megszámlálhatatlan sokaságban Összehajoltak és egybánsba fonódtak a cserélyek lombos és a vízinövények hosszú szárai. A sűrűség fölkeltette a leány kíváncsiságát. Áthajolt rajta, és a puhavadomban hirtelen kis tisztás nyílt meg előtte egy régi malom romjaival. A tisztás minden oldalról körül volt zárva, nem lehetett onnan más látni, mint körös körül a buja zöld lombokat, és nem lehetett mást hallani, mint a víz csörgedezését a számtalan kisebb-nagyobb elágazásából. Ruhájának egyik ójára pókháló tapadt, a másikra valami ragacsos, fehér anyag, de mintha ezek is csak titkokat súgtak volna. Egy darabig ezen a csodálatos helyen álmodozott, majd fölállt, és tovább ment a forráshoz, de elhatározta, hogy ezentúl is minden alkalommal betér ide. Be is tért, és azután egyszer a vasárnapi istentisztelet utáni héten az üres vedret az út szélén hagyta egy bokor árnyékában. A vedret mégis észre lehetett venni, észre is vette valaki, aki valamivel korábban látta, hogy a leány karján ezzel az edénnyel errefelé jön. Fogta a vedret, gondosan elrejtette, azután egy pillanatra megállt, és feszülten figyelt minden érzék szervével. Az egyre jobban sötétedő este is részt követelt ebből a figyelemből. Szemébe világítottak a legyező bajnóca pompás virágai, amelyeknek kábító illatába belevegyült a zuhatag muhájának szaga, és mindez olyan hatással volt a fiatal emberre, amilyent még sohasem tapasztalt. És amint hallgatta a zuhatag zúgását, nem sokára a természet számtalan egyéb hangját is hallani vélte maga körül, és ezek a hangok mindegyik a maga hangszínével egytől egyik beolvadtak a hatalmas vezető szólamba. A levél talán sejtelmes nyom maradt azon a helyen, ahol a szép fiatal leány áthajolt rajta, és a vágyódó szem annak a szeme, aki utána sietett, könnyen felfedezte ezt a nyomat. Ott ül, ruhája egyszerűbb, mint a múltkor, de olyan meghitt hangulatot ébreszt, mint ez a leszálló nyári éjszaka. A fiatal ember a leány háta mögé lopódzott. Az, aki egyedül ült, talán hallott valami zörejt, de nem nézett hátra. Szíve vadul dobogott. A szívdobogás elárulta neki, hogy ki közeledik. A fiú már maga is elárulta magát. Szeme, mikor a leány végül is rátekintett, pajkosan csillant meg fiatalabbnak látszott, mint amilyen volt. Ezt a tekintetet, ezeket az arcvonásokat már régebben is látta Szilja. Egyszer, egy régi nyáron. Most már emlékezett rá. Olyan volt ez az emlék, mint édesen elbódító, anyagtalan ütés, amelyel ez a nyári éjszaka sújtott rá. És azután emlékezett már a másik is, mikor végre szakadozottan egy-egy szót is szóltak egymáshoz. Jaj, a víz! És hány óra? Éjfél van már? Nem sok híja volt. Az élet adakozó keze sok szép drága gyöngyöt pergetett le nekik megőrzésre. Együtt mentek a forráshoz, és onnan tovább az ösvényen, a szeléd lejtésű domboldalon, nyírfák között hazafelé. Az ösvény mindkét szélén hosszú szárú, finom fehér virágok világítottak a fűben. Ilyen virágokat még soha életében nem látott szélja. Szinte megfélemlítette ez az ösvény, mintha elvarázsolt virágok között járna. Hogy lehet, hogy még sohasem vette észre ezeket a virágokat? Csak éppen most nyíltak ki. Mindig kinyílt egy, mikor mi, és most valahol megint kinyílik egy. A leány lehajolt egy virághoz, megnézte, de nem törte le. A fiatalember néhány szökkenéssel letért az útról, és onnan beljebről hozott egy szálvirágot, és odatartotta a leány arcához, és ránézett. Az éjjeli viola finom gyenge illata jól illett a leány arcához, amelyről most, élete első csókjai után egészen különös, elbűvölő bizonyosság sugárzott. A leány elvette a szép fehér fürtöt a fiú kezéből, és úgy vitte tovább keble előtt tartva, mint ahogy régi képeken lehet látni. Éjfél már elmúlt, amikor Szilja ismét egyedül maradt, s levetkőzött csinos kis szobácskájában. Megint az ablakhoz lépett, és kitekintett a nyíres felé, a földnyelvre, mint akkor az előző este, amikor a professzor léptei elhangzottak az emeleten, és ő, Szélja, először maradt egyedül ebben a házban a maga mélységes magányosságával. Most is elkerülte az álom, de a szeme, mely az ablakból kinézett az éjszakába, más fényben ragyogott, mint akkor. Szeme nem a határozatlan messzeségben nézett, gondolatai nem szálltak vissza egykori otthonába, sem pedig a csónakázó fiúhoz. Tekintete és minden egyes gondolata oda irányult, ahol most armasz volt. Rajta kívül senki és semmi nem volt ezen a világon. Eszében sem jutott, hogy a professzor az emeleten alszik. Laura kisasszony csak egy jelentéktelen fiatal leány, akit éppen csak ismer. Mind eltűntek mellőle, Egyedül maradt a nyári éjszakával, de vele volt mégis a vágyakozás a kedves után, aki valahol ott van, arra. A vágyakozás nem volt erős, tudta, hogy nem sokára ismét találkoznak. Ott van, abban a házban, abban és abban a szobában, és én az övé vagyok. Mikor lefeküdt az ágyába, újra merész gondolatok foglalkoztatták, még merészebbek, mint akkor. Ajkával megérintette a karját, hogy ismét érezze a csókokat. Ösztönei óvatosan irányították képzeletét, amely szinte pihenésül a lángban égés után régebbi tapasztalatokhoz tért vissza. Bizonyos emlékeknél a leány ösztönösen elhárító mozdulatot tett. Egész lénye tiltakozott ellenük. Tontila Oszkari. A tontilai látogatás. A táncok. És azután még valami, amitől a gondolatai kétségbe esettem menekültek, amikor az közeledni akart. Most gondolatai a párnájára tett, finom szirmú, fehér éjeli violához menekültek. Ez a virág finomabb, mint minden más virág azokban a kertekben, amelyeket célja látott, és nincs a virágon illat, amely versenyezhetne ennek a virágnak az illatával. Milyen gyönyörű így fölébredni. Fölébredni az életre, és mindazokra a virágokra, amelyeket az élet ajándékoz. Fölébredni olyankor, amikor mások alszanak, miután valahogyan egész eddigi életét átaludta. Olyankor is aludt, amikor ébren volt. Mint akkor az első éjjel, amelyhez ez az éjszaka sokban hasonlított, rövid szendergés után most is felriadt szélja. Most is fölkelt és kinézett az ablakon. A nap már emelkedőben volt, az értelem megint elgondolhatta. Tegnap. De most ez a tegnap megnyugtatóan hatott. A kora reggel, amikor még nem volt más ébren, csak a madarak és a levegő, amelyet megérintett a napsugár, új nap kezdetét jelentette. Ez az új nap hétköznap ugyan, de legalábbis egyenlőre tele van napsugárral. A leány visszament az ágyába. Megpillantotta párnáján a virágot, amely kissé már elhervadt, és a reggeli világosságban sárgásnak látszott kezébe vette, letört egy keveset a szárából, és betette egyik könyvébe. Az álom megérkezett. Így múlt el a nyár első fele. Egy időre valósággal eltűnt az éjszaka, mintha a végtelenség csak visszafojtotta volna lélegzetét, hogy az előző estéből áthelyeződjék a másnap reggelbe. A boldog fiatalok nem kívánták az álmot, csak rövid kis megszakításra volt szükségük, még az étellel sem törődtek. Sok fiatalnak és idősebbnek is ez volt az utolsó szép nyara. Mindig vannak olyanok, akik utolsó nyarokat élik, de ez a nyár valahogyan egészen rendkívüli volt. Mindenki sejtette, de senki sem tudta bizonyosan. Szent Iván napja után az ember szeretné továbbra is éppen olyan világosnak elképzelni az éjszakát, mint amilyen addig volt. Valaki az ablakban ül és olvassa az esti postával érkezett levelet, mikor már majdnem éjfélt mutat az óra. Míg az is megtörténik, hogy írószereket vesz elő, és válaszolni kezd, még jól lát, pedig már küszöbön van a július. De az éjszaka fénye olyan beszédes, hogy a levélíró nem jut tovább a kezdetnél. Gyönyörű nyári éjszakán írok neked. És azután megfeledkezik az írásról. Távoli barátjára gondol, elképzeli, milyen jó volna, ha éppen ezen az éjszakán ott sétálhatna vele, ahol akkor is sétált. Északkeleten már pirkadni kezd az ég. A fiatal leány szünideit tölti itt, több élményt remél, mint amennyiben része volt, és reménykedésével megcsalta a barátját. De a remények nem teljesültek be, és most igyekszik szép választ írni barátja levelére. A vágyódás azonban zavarja. Jön a pirosról reggel, a nyár és az ifjúság drága napja, és elmúlt az éj. Mikor egy héttel később megint olvassa az esti postával érkezett levelet, már meglepi az észrevétlenül leszálló homály, és rá sem gondolhat, hogy hozzáfogjon a válasz megírásához. A levérpapír éppen olyan szürke, mint az éjszaka, az öreg épület körül, de nevéröpköd. Rantó környékén a nyár csendes és nyugodt volt, és az egyházközség központjából is békés hírek érkeztek. A kisgazdák földjein, ahol régen ismert munkások dolgoztak, szépen folytak a szállás. A gazda élénkebb és vidámabb volt, mint rendesen, így próbálta elterelni a maga és a munkásai gondolatait a jelen nyomasztó eseményeiről. A nyári napok múltak, a rozs sárgult. A déli lejtőkön már kereszteket is lehetett látni. A kenyér biztosítva volt, ez nem volt csekészség azon a nyáron. Biztonságosabb, szinte melegebb volt az élet, mikor a sarlót neki a levágásra megérett gabonaszárnak. Valahol néhány fiatal arató, akiknek szemében titokzatos lángot lobbantottak föl ezek a titokzatos idők, egy perccel sem voltak hajlandók tovább dolgozni a kiszabott időnél, bár negyed órán belül az egész aratást befejezhették volna. A legtöbb aratóra azonban kellemetlen hatást gyakorolt ez a viselkedés a legszebb aratási estén az ős régi szántóföldeken. Kulmalában a konyha kicsi volt és északi fekvésű, úgyhogy Szofia már lámpát gyújtott, mikor aratás idején egy vasárnap este kávét főzött és egyéb teendőit végezte. Szántóföldjén vidám kalákában folyt az aratás. Egy jó ismerős leány időnként bekukkantott Szofiához egy kis beszélgetésre. Agódnak, hogy vajon jön-e a zenész, és mi lesz a tánccal. Valaki kerékpárra ül és elmegy, hogy megtudakolja. A konyha nagyon szűk, a nagy kávéskanna majdnem teljes sötétben van a tűzhelyen, de Szofia mégis olyan pontosan tudja követni forrását, hogy egyetlen egy csepp sem fut ki, csak a kávéillat terjed szét ennek a nyárnak az első lámpa világánál. Az ismerős leány már az asztal terítésnél segít, előveszi a csészéket rendes helyükről a polcról. Az ablak nyitva van, az útról újabb érkezők hangja hallatszik be, a professzor hangja is hallatszik. Szofia kitekint az ablakon, és látja, hogy unokabátja gyors léptekkel jön a rauhalából való fiatal úr társaságában. Az öreg úr fején valami csodálatos, piros sapka forma van. Török lett belőled? kérdezte Szofia, mikor a lépcső aljában összetalálkozott a professzorral. Van-e még aratnivaló? kérdezte feleletül a professzor, és már indult is ki a földre, ahol a sarlók suhogása és a vidám kiáltozás a vasárnap esti kaláka jól ismert dallamával olvadt össze. A professzornak nem volt sarlója, de mikor a fiatalok közül valaki kétkedő megjegyzést tett arató tudományára, kikapta a sarlót a hozzá legközelebb álló arató kezéből, és igyekezetében nagyokat nyögve, gyorsan és ügyesen vágta a gabonát. Szép rendben dőlt a marék, egyik a másik után. Az aratók már csak az ő munkáját nézték, ekkor abba hagyta. Egy öreg zsellér, aki egykorú volt a professzorral, csak úgy odaszólt neki, mintha mással beszélne. Bizony, valamikor régen, egész nap együtt izzadtam ezzel az emberrel a Hiltu földjén. Bizony, nem volt tréfa dolog. Bizonyosan emlékszik rá a professzor is. Fiatal magiszter volt akkor. Bizony, a professzor is emlékezett, és a fiatal arató visszakapta a sarlóját. Mi az, hát te is be akarod mutatni a tudományodat? Kiáltott oda a professzor Armasnak, aki nagyon ügyesen összekötözött egy kívét, és természetes mozdulattal a tábla közepére helyezte, oda, ahova majd a keresztet rakják ez is csoda ment, mert Armas úri családgyermeke volt. És Szilja, hogy kerül ide? Kérdezte azután mindjárt a professzor, mikor a leány a kévét, amelyet maga kötözött össze, gazdája lábához dobta. A professzor egészen komolyan hozzálátott, hogy keresztbe rakja a kévéket, mert erre a munkára nem volt állandó segítség. A leány csak személynek mosolyával válaszolt a kérdésre. Vidám és boldog hangulat töltötte el a lelkét. Valaki megállt és nézelődni kezdett. A kapuban megjelent kukkola émeli a harmonikájával. Távolabb az úton feltűnt Laura kisasszony egy leányjal, aki rauhalában nyaralt. Szófia az udvarról kiment a szántóföld végébe, bizonyosan kávézni hívta az aratókat. Némelyek bementek, mások azonban helyükön maradtak, mert már csak nagyon kevés aratnivaló volt hátra. Ne menjetek még, besötétedik, ha közben kávézunk de a lépcsőn valaki már a harmonikát próbálgatta, és az első recsegő hangok olyan lázba hozták a fiatalságot, hogy nem mindenkinek volt türelme a munka folytatására. Szofia utolsónak maradt, és egyedül gyűjtögette a széthult kalászokat, és igazította meg az egyik ferdén álló keresztet. A lakószobából és a lépcsőről kihallatszott a kávézók beszélgetésének moraja. A harmonika most már teljes erővel és szakadatlanul szólt. Mikor az özvegyasszony a lakóház közelébe ért, Egyenletes dübörgést hallott, változatos dallamú keringő ütemében. Szófia még egyszer visszanézett a sötétedő szántóföldre, ahol nagy hirtelenjében keresztek sorakoztak fel, lágyon felsóhajtott, és bement a kalák a zsivajába. Az ajtók mind nyitva voltak, néhány szégyenlősebb fiatal fiú, aki még nem tudott táncolni, a tornácon a sötétségben áldogált és viháncolt. Szófia néhány vidám biztató szót szólt hozzájuk. A lakószobában, a sarokpadon a professzor ült, és a szomszéd gazda, aki közben szintén megjelent kulmalában. Armas Laurával táncolt. Sofia megállt, és nézte őket. Vajon van-e köztük valami, vajon igaz-e, amit róluk suttognak? Ha igaz, akkor nagyon biztosak lehetnek a dolgukban, mert Sofia úgy vette észre, hogy nem sokat beszélnek, és pillantásokat sem váltanak. Most a fiatal úr Ciliát kérte föl. Igazán szép leány ez a Szilja, és milyen gyönyörű a szeme az esti megvilágításban. Szilja valóban nagyon szép volt ezen az estén, maga is érezte, hogy életének legszebb aratási ünnepét ünnepli. Nem voltak aggodalmai és kétségei, mindent eloszlatott megint az a kar, amely köréje fonódott, és tánc közben szinte kitapintotta hátát és derekát. Az a fiú az imént roskévéket kötözött. Kalász szálka szúródott a kabátja hajtókájába. Bőréből könnyű férfi szagárat. Szép összhangban táncoltak, sötét helyeken, a tolongásban ösztönösen közelebb simultak egymáshoz. A fiú érezte a leány mellét, és ezt a leány is tudta. A zene elhallgatott, és ők, összefogózva, úgy, ahogy táncoltak, kimentek az udvarra. Vörösen kandikált ki a teli hold a fák közül, mintha pajzán kedvében leselkednék valakire. Mikor megjelent, először hihetetlenül nagy volt, de amint magasabbra szállt, egyre kisebbedett és halványodott. A fák sötét zöld lombja sajátságos színt és hangulatot adott a holdvilágnak, a levegő meleg volt és megértést árasztó. Szalmelusz szilja fölnézett sötét szemével, a holcsugarak szempillái közé vegyültek, és csillogva verődtek vissza szemefényéről. Erős házisört kínáltak, mindenki felé élénkült, mindenki csak arra figyelt, akivel beszélgetett. A pároknak nem volt nehéz eltűnni, és ismét megjelenni. Közben szünetet is tartottak, a harmonikás kávézott és sörtivott. Azután megint kezébe vette hangszerét, és nagyon szép keringőt kezdett játszani. A professzor pajkos jókedve folyton emelkedett. Néhány percig hallgatta a zenét, azután összeráncolt a homlokát, felállt, és a zenészhez ment. Adide, most én játszom. Mondta, és elkapta a harmonikát, mint az imént a szántóföldön a sarlót. Lám csak, most egészen másként szól, mondta a szomszéd gazda. A professzor teljes erővel húzta a harmonikát, és mikor Armasz előtte táncolt el széljával, rákacsintott a fiúra, és hangosan dúdolni kezdte a svéd szövegű keringő dallamát. A padló egészen megtelt, mindenki táncolni akart a rantói professzor keringőjére. Az öreg úr magával ragadó jókedvel már hangosan énekelt, és sokáig, nagyon sokáig játszott, amíg csak táncoló pár akadt. Szilja és Armasz egyetlen szót sem váltottak tánc közben, de még szorosabban és forróban összefonódtak, mint azelőtt. – Menjünk, súgta a fiú a leány fülébe. Sem az udvaron, sem a lépcsőn nem volt senki, amikor kimentek, senki más, csak a hold, amely hosszan utánuk nézett. Valamivel hűvösebb volt már, a szekérút száraz anyagából finom éjjeli illat szállt fel, valami megbonzdult a sötét fűben, egér vagy megzavart szöcske. A pajta a domboldalon alacsony, lombos fák mögött rejtőzött. Egészen bizonyos, hogy senki sem látta, amikor oda mentek. A professzor alig, hanem abba hagyta a játékot, mert néhány férfi nagy nevetés és beszélgetés közben lement a lépcsőn az udvarra. Leányok is voltak velük, de azok nem lármáztak. Eltűntek valahol a forrás irányában, senkinek sem jutott eszébe, hogy a pajtába igyekezzék. Meleg éjszaka volt, a nap az elmúlt hetekben felraktározta a fiatalokban teljes nyári forróságát. A vér lüktetett a megduzzadt erekben, és a vér lüktetésére fölébredtek az idegekben mindazok a szenvedés és boldogság felé hajtó ösztönök, amelyeket a természet beléjük oltott. A hűvös éjszaka összesűrítette magában a nap bágyat vágyakozását. A fiatal, egymásnak elég érkezett emberpárok egymáshoz simoltak, és azok, akik csak az imént lobbantak lágra egymás tekintetétől, elhagyott mellékösvényeken bolyongtak, és kerülték az olyan embereket, akikkel, amit ők hitték, sohasem történt ilyesmi, és akik éppen ezért csak irigykednének és rágalmakat terjesztenének róluk. Ilyenek elsősorban az idősebb asszonyok és a legnehezebb munkákat végző középkorú férfiak. Ezer meg ezer pár osont így félre, és nem tudják, hogy mit csinálnak. Mert mikor engedelmeskednek a természet durva parancsának, lelkük mély és tiszta, gyermeki félálomba merül. Ugyanazt az élményt éli át azokban a bizonyos pillanatokban a durva és ocsmány szájú béres, aki végül is megnyerte társául az udvarház szolgálóját, mint az előkelő úri családból származó, tiszta lelkű ifjú, akinek ölelő karjai között virágá fakadt egy nemes és ártatlan emberbimbó. Egyik sem gondol akkor arra, hogy a természet mit akar, amikor egymáshoz vezeti őket. Nekik ez csak életet jelent, a gyönyörű fiatal élet legfinomabb illatát, a beteljesülés kezdetének legelső pillanatáig. Mikor ez bekövetkezett, a természet úgy szólván félrehúzódik, az utólagos hangulatok már nem izgatják. A fiatal pár egy pillanatra elszenderülhet egymás ölében, és függönyt húzhat a történetek és a nem sokára beálló hétköznap reggel világossága közé. Táncoljunk még, mondta Szilja, és szenvedélyesen belekapaszkodott kedves a karjába. Talán már nincs is ott senki, felelte az ifjú kissé hűvösebb hangon. Visszatértek az udvarra. A lépcsőn nagyon fiatal arató jött le szürke arccal és rettenetesen eltorzult vonásokkal. A fiú elszaladt valahova, ahol senki sem látta. Szofia is megjelent és megsukta Széljának és társának, hogy hol van a söröskanna. Nem akarja, hogy mindenki tudjon róla, mert egyik másik fiatal fiú ész nélkül felöntött a garatra. Azoknak már csak közönséges, könnyű sört ad, de nektek ott van az erősebb, menjetek csak, és igyatok. És ők mentek. Milyen kedves az ilyen apró kis, közös titok. Szélja észre sem vette, hogy még mindig a fiú mintha soha az életben nem akarná többé elengedni. A fiatalembert pedig nem vitte rá a lélek, hogy elhúzza a karját, olyan édesen remegett rajta a leány keze. Nem is volt ott már senki, akivel törődni kellett. A professzor és Laura és a rauhalai nyaraló vendégek már elmentek. Induláskor Armaszt is keresték, de aztán arra gondoltak, hogy korábban hazament. Szilja szinte dacosan itta az erős sört, hangulata még egyre emelkedett. Mikor a sörös kannát átnyújtott a társának, szeméből olyan erős láng csapott ki, hogy az ifjú valósággal megsemmisült. A lakószobából behallatszott egy polkadallama. Ők is táncolni kezdtek. A fölkavart porban már meglátszott a hajnal pírja, a zenész ujjai hibásan fogtak, a billentyűk mind jobban és jobban zörögtek. Egy nagyon fiatal béresfiú, aki egész éjjel szakadatlanul táncolt, és semmit sem ivott, még most is ott forgott, pedig a gallérja már teljesen átázott és összegyűrődött. Sorra táncoltatta a leányokat, nagyon udvariasan még Szofiát is fölkérte, és Szíliát is megtáncoltatta. Armasz utánuk nézett, és különös megindultságot érzett ez a fiú igazi úriember, akinek viselkedésében nincs semmi kivetni való. Mikor Szilja ismét helyére került, intett Armasz, hogy újra inni akar abból a bizonyos kannából. Szilja követte. A leány szeme mélyen és szótlanul lángolt, a fiú fehér fogai elővillantak, mikor ivás után végignyalta az ajkát. Azután újra bementek a lakószobába, még fölhevültebben, mint az előtt. Halljuk a professzor keringőjét, kukkola, kiáltotta Armas szokatlanul határozott hangon. Felhangzott a keringő, és mindenki újra táncolni kezdett. A két idősebb tehenészlány, akiknek nem jutott férfi táncos, egymásba kapaszkodva keringett. Nekik már maga a vérrasztás is rendkívüli mulatság számba ment. Beérték azzal az élménnyel, hogy innen hazamenet, alvás nélkül, zavaros szemmel azonnal hozzálátnak a reggeli fejéshez, és azután, mikor a nap már magasra szállva lángol az égen, kihajtják teheneiket a jól ismert, elkerített legerőre, a jól ismert, rozog a sövénykapun át, a jól ismert régi tehénnyomokon. Mikor a keringőnek vége volt, ez a két szolgáló úgy szolván jelt adott a mulatság befejezésére. Föltették kendőjüket, és elvonultak mindenki szeme láttára a kifogástalan fiatal béres kíséretében. Az új táncból már nem lett semmi. Kukkola émeli a szemét forgatta, azután ő is indulni készült. Tiszta és derült nap volt, a vastag porcsomók jól meglátszottak a szobapadlójának fényesen maradt helyein. A szabadban még határozottabban észre lehetett venni a nappalt, vagy jobban mondva a kora reggelt, amely szinte erőteljesebb fogalom, mint maga a nappal. Távol, nagyon távol volt az az idő, amikor itt járt a professzor és Laura és a rauhalai nyaraló vendégek. Nem tartoztak bele ebbe a világba, amely most mint egy megkisebbedve és összépszorulva itt kulmala tájékán uralkodott. Különösen Armasznak támadt ez a gondolata, amikor leánykája egyre bátrabban csüngött a karján. Tulajdonképpen mind a kettővel először történt. A fiatalember régebben és más körülmények között sok leányjal táncolt és sétált karonfogva, de ez mind egészen más volt, mint amit ma átélt. Szília ezen az éjszakán nem tépelődött, nem fontolt meg semmit, gyorsan siklott élete virággal szegélyezett pályáján, éppen ezen az éjszakán jutott fel a csúcsra, és haladt leggyorsabban. Lelke tele volt érzése tüzével, és teste valami olyant tapasztalt, amit soha nem is sejtett, ami csodálatos volt, édes és fájdalmas, valamit, amiből már nem tudott kiszabadulni, de nem is akart, valamit, amit nem tudott sem szégyelni, sem megtagadni mindaddig, amíg a fiú karjába kapaszkodhatott. Mindaddig, amíg így tökéletesen bízni lehetett benne, bízni. Még messze volt az idő, amikor föl szoktak kelni. Szélja arra vágyott, hogy valahol nyugodt helyen még együtt lehessenek, hogy átölelhessék egymást, hogy közel lehessenek egymáshoz. Ez az új és csodálatos valami még teljesen fogva tartotta. Nem olyan volt ez, amit valaha is sejteni tudott volna. Nem olyan, amiről az élet sok hétköznapi percében hallott. Igaz, hogy ezeken a hallott dolgokon nem is gondolkozott soha. Úgy leperegtek róla, mint a vízcsepp a vízből felbukkanó madárnyakáról. Mostani élményének semmi köze nem volt tehát ezekhez, nem volt köze sem a múlthoz, sem a jövendőhöz. Ez az élmény nem volt más, mint ennek a gyönyörű éjszakának tartalma, ezért volt minden, ami eddig történt, és hogy ezután mi lesz, el sem tudta képzelni. Menjünk arra, szép szikla van ott. Elhaladtak egy magányos, alvó gazdaház mellett. Szilja ismerte az utat. Megkerülték a bekerített kertet, felkapaszkodtak egy sziklafalon, ahol segíthették egymást, a kovács műhelyhez érkeztek, és onnan a gyepes legelőre, míg a bokrok közül egyszer csak felbukkant a földnyelv legszélső sziklája, amely közvetlenül előttük meredeken zuhant le a tópartjára. A partról felnyúló fenyőfák csúcsát majdnem kezükkel érinthették. A keskeny víz átellenes partján szűk öböl hatolt be a szárazföldbe, és a nap éppen most kelt föl az öböl mélyéből. Ez a látvány sajátságos módon egybeforrasztotta a fiatalokat, a sorsnak ezt a két játékszerét. A leány ismerte a helyet, és idehozta a szerelmesét ezen a kora reggelen, amikor eddigi élete végképp lezáródott, akárhogy is lesz ezután. Nem volt nehéz megérezni, hogy itt feltétlen nyugalom van, még véletlenül sem kerülhet ide senki ebben az időben. Csak a felkelő nap látott mindent. A fiatal ember és a fiatal leány, fiatal nő, most már tudták, hogy mi fog itt történni velük. Nem voltak kétségeik, nem féltek semmitől, nem volt itt semmi más, csak az a csoda, amelyet összefort életük leplezett le.